Ként a turisztikai szakma képviselőjeként kell köszönetet mondanom az alkotóknak, és természetesen a Magyar Turisztikai Ügynökségnek, hogy foglalkozunk a fővárossal. Nagyon jól elhangzott az az eszenciális mondat, hogy nincs a főváros nélkül Magyarország turizmusa. Ugyan a hazai szobakapacitás 35%-a van a fővárosban, de a külföldi vendégek által elköltött vendégészaka közel 70%-ra. Ez egy nagyon elgondolkoztató szám. És ha már Prága és Bécs a két örök versenytárs, akiket folyton ostromolunk, és valóban tavaly a Fina alatt árbevételben, átlagárban a budapesti szállodák meg tudták mutatni azt, hogy nemzetközi versenyben ütőképesek vagyunk, és tudjuk hozni azt a szintet, amit talán valahol magunktól is elvártunk. Nos, nézzük meg a számokat. Budapesten közel 20 ezer szoba áll jelenleg a turisták rendelkezésére, 19.500, de az elkövetkezendő két évben ez több mint 10%-kal bővülni fog. 3500 olyan szobáról tudunk most, ami fejlesztés, építés alatt van. A főváros turisztikai piaca szállodás szemszögből és a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének szemszögéből rendkívül dinamikusan nő. Nem emlékszünk már egy ilyen időszakra, amikor egy-két év alatt több mint 10%-ot bővült a főváros szobakapacitása. Nyilvánvalóan azt szokták mondani, és vezérigazgató is utalt rá, hogy azokon a küldőpiacokon fog a kampány elhangzani, és azt a lovat kell ütni, ami jól teljesít. Az első három hónap számai az idén januártól március végéig mutatják, hogy valóban például a német piac több mint 16%-os növekedése, vagy akár Izraelből közel 30%-os növekedés mutatja azt, hogy van érdeklődés és van igény a főváros és annak gazdag turisztikai kínálata iránt. Legjobb időben megy a kampány. Régi bölcselet, és talán ezzel zárom gondolataimat, nem akkor kell kampányolni, amikor probléma van, amikor beüt egy következő válság, vagy éppen a konjunktúra leszálló ágban van, hanem amikor jól teljesítünk. Szintén az első három hónapban több mint 62% a fővárosi szállodák átlag kihasználtsága. Télről beszélünk, január, február és március hónapokról, ami kifejezetten a főváros életében a korábbi években egy nagyon laza időszak volt turisztikai szempontból. Lassan a szezonok összemosódnak, és a főváros kínálata már az év elején is rendkívül versenyképes. Tehát van még hely, tudunk még hova vendéget tenni, van még szabad szállodai kapacitás. Így a kampány időzítése önmagáért beszél. És akkor talán egyetlen összeg, vagy egyetlen mondat a végére záró gondolatnak, és kérem, hogy ezen gondolkozzunk el, és ebben bízunk, a kampány sikerében bízunk. Vezérigazgató úr elmondta, hogy erre a kampányra az idei évben annyi pénzt fog elkölteni a Magyar Turisztikai Ügynökség, és én teszem hozzá a második részét a mondatnak és a gondolatnak, amely a Turisztikai Ügynökség előszervezetének egész éves összes költségvetése volt. Tehát végre fogunk a fővárosra költeni egy jelentős összeget marketingre, ami soha nem látott fejlődést hozhat mind a szállodáknak, de ezen a pódiumon állva azt kell, hogy mondjam, valamennyi turisztikai ágazati szereplőnek itthon Magyarországon, a fővárosban. Köszönöm szépen a figyelmüket!